Több mint 30 éves múltra tekint vissza a Gyulai Várfürdő nyári úszótábora. A nagy népszerűségnek örvendő programra évről évre egyre többen jelentkeznek. Heti turnusokban közel 50 gyermekkel foglalkoznak a szakemberek. A tábor június 29-én várta az első úszókat. Az úszótábor során megosztva kapják a feladatot. Délelőtt általában 2-3 csoportra osztjuk a gyerekeket úszástudás szerint. 4-5 oktatóval dolgozunk, vannak a nagyon kezdők, vannak a, így mondom, a középhaladók és vannak a haladók, akik már kinnúsznak az 50 méteres úszodába, a kezdők azok a 25 méteres tanmedencébe. Mert vannak nagyon kis apró porontyok, akik még így mondom most ismerkednek, tehát így mondom az úszásnak az alapjaival. Az úszótábor augusztus 14-éig tart, melyre korlátozott számban még lehet jelentkezni. Elindult a nyár. Jobban, mint amire számítottuk. Nyilván nagy segítség ebben a jó időjárás. Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő ügyvezető igazgatója kiemelte. Az elmúlt időszakban megfigyelhető, hogy a járványügyi helyzetet követően nagyon sokan vágytak a természetbe, a fürdőbe. A szállodai foglalásokat tekintve a júliusi-augusztusi időszak erősnek látszik. Hozzátette, az előzetesen remélt forgalomhoz képest jobb nyára számítanak. Jelenleg a megszokottól eltérően a hazai vendégek száma magasabb a Várfürdőben. Valamint jelentős az egynapos vendégkör aránya. A legerősebb napunk egyébként úgy érezhető, hogy 2400 fő volt. A 2400 fő máskor egy átlagos vagy inkább gyengének mondható hétköznap, most a legerősebb hétvégénk volt. Tehát ennyivel gyengébb a forgalom, de megjelentek a romániai vendégeink is, és egyértelműen megjelentek a Kelet-Magyarország, illetve a budapesti vendégeink is. Ami a mögöttem látható dögönyözős medence árnyékoló szerkezetét illeti, ideje volt már lecserélni. Aki emlékszik rá, az biztos emléksz, látja maga előtt a 60-as évek strandkorlátkékre festett buszmegálló árnyékolóját. Ugye ezt most lecseréltük egy vitorlás rendszerű árnyékolóra, ami egyébként illik nagyjából a fürdő arculatához. Kun Miklós elmondta, a nyár folyamán a megszokott programokkal várják a fürdőzőket. Éjszakai wellness, nappali diszkó, bábszínház, valamint aqua fitness szerepel a repertoárban. Jelenleg a játékos hétvégéket, illetve a Minimax programokat nem tudják megtartani.